Második előadónk az Élőlánc mozgalom képviselője, szólítom a színpadra Ács Sándornét. A magyar föld helyzetéről, jelenéről és jövőjéről fog beszélni. Tisztelt honfitársaim! Megtiszteltetés számomra, hogy önöknek ma itt elmondhatom azokat a magyar népet érintő iszonyatosan fontos dolgokat, ami az állami földek történetéhez kapcsolódik. Az Élőlánc Magyarországért 2005-ben, tehát pont 10 éve alakult, olyan emberek alakították, akik a jövővel foglalkoznak, azokkal a kérdésekkel, azokkal a tudományos megoldásokkal, amelyek biztonságos jövőt jelenthetnek a gyermekeinknek és az unokáinknak. Ezért állok most itt önök előtt, mert minden magyar állampolgárhoz el kell juttatnunk azt a hírt, hogy borzalmas veszélybe került a gyermekeink jövője, ugyanis néhány hét múlva a magyar kormány eladja az összes élelmiszer termelésre alkalmas állami tulajdonú szántóföldet. Eladja, ezt értsék úgy, hogy idézőjelben mondom, mert nem eladja, hanem ajándékba fogja odaadni azoknak, akik egy színházként eljátszott licit során úgynevezett vásárlók lesznek. Ugye a vásárló, az átlagos ember fogalmai szerint az, aki fizet, de ezek a vásárlók nem fognak fizetni, mert az állami vagyon megvásárlására az állam ad nekik kedvezményes hitelt 2,5%-os kamatra 20 év törlesztési időre. Természetesen a licitben csak a leggazdagabb magyar állampolgárok tudnak nyerni, ugye ehhez nem kell nagyon okosnak lenni, és mondhatnánk ugyanazt, hogy tulajdonképpen ha hitelt vehetnek föl, hát akkor bárki licitálhatna bármeddig, de gondoskodtak róla, hogy azért ez ne így legyen, ugyanis 10%-át a vételárnak kaucióként kell befizetni. Most, hogyha egy 50 hektáros területet veszünk, ami egy átlagos családi gazdaság számára egy lényegében szerencsés dolog lenne, ha megvásárolhatná. Ennek 1 millió forint hektáronként az ára, tehát ez 50 millió forint. A kiinduló ár az mondjuk 10%-ot eleve rátesznek, tehát akkor mondjuk 55 millió forint, ennek a 10%-át kell befizetni. Egy átlagos magyar családnak ez bizony nagyon sok pénz. És az a helyzet, hogy az a komoly veszély fenyeget, hogy úgy veszítjük el ezt a közel szerény számítások szerint 500 milliárd forintos vagyont, hogy az ellenértéke nem folyik be, hiszen mi adtunk rá hitelt. Tehát gyakorlatilag ez az egyik dolog, az egyik része a történetnek, ami nagyon felháborító, de a másik része a történetnek az, ami egyenesen elfogadhatatlan, hogy gyakorlatilag ezzel a magyar állam az elkövetkezendő évtizedekre lemond arról a lehetőségről, hogy az állami földeken a mindenkori magyar népesség számára biztosítsa az élelmiszerellátást, bármilyen körülmények is adódnak a világon. Az a tudomány, amelynek én képviselője vagyok, a fenntarthatóság, fenntartható vidékfejlesztés, a biztonságos jövő tudománya, az arra figyelmeztet, már évtizedek óta a tudósok leírták, elmondták, kiszámolták, hogy 2030 környékén ez a mostani iparosodott világ összeomlik. Az iparra épült mezőgazdaság is összeomlik, és ezért egy nagyon-nagyon súlyos élelmiszerhiány alakul ki a világban, éhínség lesz.
úgy számolják, hogy az emberiség, a 9 milliárdos emberiség 80%-a nem fog jutni élelmiszerhez, és éhen hal. Egy ilyen időszakban, amikor 15 év múlva, most kérek mindenkit, hogy gondolja végig, hogy a családjában lévő gyerekek és unokák hány évesek lesznek akkor? 15 év, nagyon hamar itt lesz. De ha még távolabb lenne, akkor is. 15 ezeknek a gyerekeknek nem lesz biztonsága, mert persze azzal hitegetik önöket, meg mindenkit, hogy hát nem tudja elvinni az a földet, aki megveszi. Hát elvinni nem is tudja, de önök közül gondolom nagyon sokan megérték azt, hogy a lakásukat elárverezték, vagy el kellett adják, és onnan kezdve már ott nem ott laktak. Semmi közük nem volt hozzá. Ugyanígy fogunk járni a földjeinkkel, ami egyébként az ország is. A magántulajdonú földekről nem lehet ma tudni, hogy kinek fogják, hogy ki lesz a tulajdonosa, és az, aki a tulajdonosa lesz, kinek fogja eladni róla az élelmiszert akkor, amikor csillagászati árakat lehet megkapni a világban érte, és amikor már csak a leggazdagabbak fogják tudni megvásárolni az élelmiszert. Gondolják, hogy ezek a mai milliárdosok majd a 10 millió magyart fogják esetleg ingyen etetni, vagy szerény kis pénzekért? Hát nem. Rettenetes veszélyben vannak a gyermekeink, és ezért teljes mértékben egyetértek azzal az előttem szólóval, aki azt mondta, hogy nem véletlen, hogy egy hónapja már másról sem hallunk reggeltől estig, minden percet kitört a menekültekkel kapcsolatos téma. Nem véletlenül van ez így. Azt akarják, hogy féljünk, azt akarják, hogy minden figyelmünket lekösse ez a téma, és ne attól féljünk, amitől valóságosan félnünk kell. Ez most azért különösen aktuális, hogy itt állok, mert szeptember 5-től jelennek meg azok a beetető cikkek a médiában, amivel ilyen nagyon kedves, szép szavakkal próbálják elfogadtatni a magyar néppel azt, ami fog történni. Bitay Márton államtitkár, egy 30 év körüli fiatalember, aki az állami földekért felelős államtitkár. Semmi köze nem volt soha a mezőgazdasághoz, a földekhez, és őre bízták ezt a vagyont. Egyetlen egy kiemelkedő tulajdonságát sikerült felfedeznünk eddig, hogy szemrebbenés nélkül tud a szemébe hazudni 10 millió magyarnak. Ezt azért merem ilyen bátran kimondani, mert bírósági, jogerős bírósági ítélet van arról, hogy Kishantos ügyében, amelynek én egyik vezetője vagyok, szemen szedett hazugságokat mondott a kormány, a hazai és a külföldi közvéleménynek. És ennek ellenére tovább folyik a hazudozás. Olyan trükkös módon húzzák be a magyarokat abba, hogy ezt a kérdést elfogadják, hogy ezt akár nevethetnénk is rajta. Mert például azt mondják, hogy de hát ne aggódjunk, mert majd a családi gazdaságok a földművesek fognak földhöz jutni. És ugye ezzel nem is nagyon tudnánk vitatkozni. Na de hát az állami földek pályázatain megtanultuk, hogy családi gazdálkodó vagy földműves Mészáros Lőrinc is, ugye a milliárdos gázszerelő, vagy akár a tetőfedő Nándarató, vagy a műkörmös, vagy a Kishantos esetében a 160 kilométerre eső építési vállalkozás, aki nem is pályázhatott volna, az is nyert. Most mondta ki éppen a bíróság, hogy érvénytelen volt, de képzeljék el, hogy a jogerős bírósági döntés után szépen learadta a búzáját, és senki nem szólt neki, hogy hát ezt nem kéne. Úgyhogy regényeket lehetne a földügyekről mesélni, de én nem akarom önöket ezzel tovább sokáig fárasztani. Egy kérésem van önökhöz, mindenkihez és különösen a városi emberekhez. Véletlenül se gondolják azt, hogy önöknek nincs köze a földekhez, hiszen városban élnek, vagy nincsen földjük, vagy mit tudom én. Nem. Mind a 10 millió ember sorsa múlik azon, ami ma a földekkel történik, és ezért nagyon-nagyon kérem önöket, hogy figyeljenek oda rá, és mindenkinek szóljanak, ugyanis a médiából
nem fogják megtudni az igazat. Egyszerűen nem, hogy nem fogják megtudni, hanem a médiát arra használják, hogy félrevezessék önöket, és hogy elfedjék azokat a valós veszélyeket, amelyek történnek. Itt azt mondta egy előttem szóló, hogy a kormány és a hivatalban lévők nem végzik a dolgukat. Nekem még sokkal rosszabb hírem van. Végzik ők a dolgukat nagyon is intenzíven, csak nem minket képviselnek. És ez rettenetesen nagy baj. Ez rettenetesen nagy baj. És én azt szeretném még önöknek elmondani, hogy érdekes fejtegetéseket hallgattunk itt végig arról, hogy mit kéne csinálni. Mi is ezen gondolkozunk már 10 éve, és meggyőződésünk, hogy legelőször is az igazságot kell teljes valóságában megtudni a magyar embereknek. Mert amíg nem tudják az igazságot, addig nem várhatjuk tőlük azt, hogy értelmesen cselekedjenek. Én egyébként optimista vagyok. Most még optimista vagyok. Most még megvannak az állami földek. És van egy tiszteletteljes javaslatom, tegyünk egy nagy erőfeszítést azért, hogy meg is maradjanak, hiszen semmi a világon nem volt képes eddig olyan gyökeres és messzire vívő fordulatokat véghez vinni, mint az állampolgári akarat. Ha sok ember egy irányba néz, egyet akar, akkor megnyílnak a kapuk, és valóságá válhat minden, amiről ábrándozunk. Nem akarunk sokat, csak annyit szeretnénk, hogy ez az ország legyen a miénk, valóban a miénk, és én nem annyira azoktól a migránsoktól féltem, akik most átutaznak Magyarországon, hanem azoktól féltem, akik itt a parlament és a kormány hivatalaiban papírok ide-oda tologatásával és a magyar állampolgárok félrevezetésével kihúzzák alulunk az országot. Ezektől kell félni. Ezeknek a kezére kell nagyon odafigyelni. Egyetlen egy szavukat nem szabad elhinni. Készítettünk egy honlapot, az a címe, hogy kié legyen a föld, kié legyen a föld ékezetek nélkül, egybeírva.hu. Azon megtalálják azt a felhívást, amit mi, pontosabban állampolgári nyilatkozatot, amit mi elindítottunk augusztus 17-én, még a kormányzat döntése előtt. Egyébként hívtuk a többi ellenzéki pártot is, hogy jöjjön velünk és indítsuk el együtt ezt a nyilatkozatot. Nem jöttek. Nem jöttek. Ezt is szeretném a figyelmükbe ajánlani, hogy időnként elhangzanak ugyan nyilatkozatok a részükről, de lényegében semmit, de semmit nem tesznek azért, hogy ez ne történjen meg. És elképzelhetetlen, hogy a háttérben milyen bizniszelés, milyen üzletelés folyik. Elképzelhetetlen, és most itt nem konkrét személyekre vagy csoportokra gondolok, de higgyék el, hogy ez folyik, csak úgy, hogy mi nem tudunk róla. Tudják, van ez az új technikai csoda, a GPS az, ami elvezet minket ugye a kitűzött úti célunkhoz az autóban, és mondja, hogy merre menjünk. És szól, hogyha utat tévesztettünk. És akkor mit szokott mondani? Újra tervezés. Igen, most mi itt tartunk magyarok, hogy sok mindent elhittünk, sok mindenkinek hittünk. Most már nyilvánvalóvá válik, és ebben a földügyben végérvényesen nyilvánvalóvá válik, hogy nem minket képviselnek az ország vezetői. Ilyenkor tehát újra tervezés, újra végig kell gondoljuk azt, ami történik velünk, és egy olyan országot kell megálmodnunk magunknak, amelyik a miénk, és ahol a mi bizalmunkból hatalomba került választók minden erejükkel azon vannak, hogy mi itt jól tudjunk élni. Visszatérve a földekhez, ha nem értik a magyar városlakók, hogy miért fontos a föld, akkor mondjanak csak nekik annyit, hogy azért, mert a föld a betevő falat, a mindennapi kenyerünk, és a föld a megélhetés forrása vidéken. A megélhetés forrása vidéken. Köszönöm szépen, örülök, hogy értik. Nekem meggyőződésem, és ezen a honlapon le is írtam,
hogy a magyarországi kivándorlás éppen úgy, mint az 1900-as évek fordulóján való kivándorlás, tömeges kivándorlás, ez a föld nélküli parasztok kivándorlása. Mert ugye már Magyarország 8 termőterületeinek 80%-a nagy birtokokhoz tartozik. 1000, 2000, 3000, 10000, 100000 hektáros nagy birtokokhoz, csak ugye ezt így városban nem nagyon tudják. És szinte minden faluban úgy van, hogy 1-2-3 nagyon gazdag cég vagy magánszemély birtokolja a földet. Adott esetben a volt TS vagy állami gazdasági vezetők, ugye őket hívják zöldbároknak, vagy új földművesek időző jelbetéve, mint Mészáros Lőrinc, Csányi Sándor, Nyerges Zsolt, ők azok, akik nem régen kezdtek földművessé válni, ugye, vicces ezt kimondani, de több tízezer hektárral rendelkeznek, ez több település teljes határa, és az ott élő embereknek egyszerűen nincs jövedelme. Ezért elindulnak a városban, és a városban ezért egyre kevesebb a munka. És valószínűleg nagyon sokuknak nem kellett volna hitelt fölvenni, hogyha rendes munka lehetőségek vannak, hogyha rendes kereseti lehetőségek vannak. Tehát a vidékről és a földből indul el az a nyomorúság, ami ma Magyarországon tapasztalható, és ez az, amiről kérem, hogy mindenkit világosítsanak föl. Van az én Ácsné.éva nevű Facebook oldalamon is megtalálják ezeket a gondolatokat, illetve van a Nem adjuk a földünket Facebook oldal, sokan önök közül már fönt vannak rajta, és ott lehet csatlakozni. Lehet csatlakozni ahhoz a nyilatkozathoz, amelyben állampolgárként kinyilvánítjuk ki a maga nevében, hogy nem járulunk hozzá ahhoz, hogy az állami földeket eladják, sőt, vissza akarjuk venni azokat a családmódon, álságos álpályázatok útján odaadott földeket, amik most nincsenek megfelelő kezekben. A valódi helyi családok gazdaságaihoz kell, hogy a föld kerüljön, akkor lesz biztonságban. Tehát ehhez a nyilatkozathoz lehet csatlakozni, és lehet, hogy hamarosan meghirdetünk egy tiltakozó nagy rendezvényt a Kossuth térre, amelyben tiltakozni fogunk az állami földek eladása ellen, és oda mindenkit, minden gondolkozni képes magyar ember. Várunk is, hogy a szervezetek is tisztelettel meghívjuk oda. Én arra kérem önöket, hogy segítsenek a magyar embereknek megérteni, hogy semmi időnk nem maradt. Ez az egész folyamat itt van, elolvashatják a Demokratában, megjelent a Magyar Hírlapban is, megjelent az Indexen is, Bitay Márton őrs, 30 év körüli fiatal államtitkár elmondta, hogy mire készülnek, és ez alapján pillanatok alatt el fog menni az állami föld. Még egy dologra felhívnám a figyelmüket, ez az a hitel, amiről már beszéltem. Itt úgy fogalmaz ez az ifjú ember, hogy a licit során megállapított végleges vételár teljes összegét meghitelezi a földet vásárolni szándékozó gazdáknak a Magyar Fejlesztési Bankon keresztül a magyar állam. Most gondolják csak el, hogy ez a rengeteg bajba került devizahiteles, ha 2,5%-os kamatra 20 évre kapott volna a magyar államtól hitelt arra, hogy megszabaduljon a devizahiteltől, akkor lehet, hogy ma nem is állnának itt, ugye? És ez azt jelenti, ez a besárgított rész, Demokrata, vegyék meg, hogy van a magyar állami költségvetésben akár 500 milliárd, akár több pénz is, hiszen a licittel a csillagos egekig is föltolhatják, hogyha olyan hitelt kapnak rá, aminek a törlesztő részlete nem lesz nagyobb, mint amennyi bérleti díjat ma fizetnek azok, akik elnyerték az állami földeket. Úgyhogy nagyon-nagyon sok fontos dolog van még, amivel most nem akarom önöket untatni, de hogyha valamelyik csatornán követik ezeket a Facebook oldalt, illetve a honlapot, akkor ott látni fogják. Kérem a segítségüket, ne hagyjuk. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Köszönjük szépen Hát Sándornénak ezt a nagyon fontos témát, hogy megosztotta velünk. Viszont ugyanazt a kérdést feltenném, kicsit másképp. Az elmúlt években, akár az elmúlt 10 évben, majdnem 9 éve, hogyha mondjuk 2006-tól nézzük az eseményeket, azt tapasztaljuk, hogy az embereknek nagyon sokan és nagyon sok helyen elmondták, hogy szervezzék meg önmagukat, támogassanak ezt vagy azt, és az a tapasztalat, hogy az emberek valami oknál fogva nem tudják megszervezni önmagukat, nincsen konkrét, komoly előrelépés. Én örülök annak, hogy lesz egy tüntetésük a Kossuth téren, ha meghívnak, akkor tiszteletemet is fogom tenni ott. De szerintem addig is van feladatunk, hogy ettől többen legyünk ott. És ez a feladatot az úgynevezett szervezetek vezetőinek kell felvállalni. Mindenki beszél az összefogásról, de valahogy nem nagyon látok összefogást. Én nagyon bízok benne, hogyha a Haza nem haladó mozgalom és az Élőlánc Magyarországért valamilyen szinten megtalálja azokat a pontokat. Mi is indultunk politikai választáson, úgy tudom, önök is indultak politikai választáson. Ez a jövőben így nem lesz célra vezető, sem a mi részünkről, sem az önök részéről. Tehát valahol most már mindenki le kell annyira higgadjon, én úgy gondolom, hogy megtaláljuk azokat a közös pontokat mindenkivel, aki egy irányba tart. Nem várom el azt, hogy most ön mondjon igent vagy nemet. Én az én részemről mindent megteszek, hogy ezeket a közös pontokat megtaláljuk. Remélem, hogy önök is ugyanezen lesznek. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Én is köszönöm. Igen, itt akarunk élni mindannyian, és élni akarunk mindannyian a saját hazánkba. És azoknak, akik most csomagolnak, fiatalok, mondják meg, hogy ne menjenek sehova. Ez a hazájuk. És abban segítsenek, hogy ez egy olyan ország legyen, ahonnan nem elmenni kell, hanem ahol jól lehet élni. Nyugalomban, békében, biztonságban lehet élni. Semmi más nem akarunk. És szerintem minden épkézláb magyar ezt akarja. Ebben az utunkba állnak azok a magyarok, akiket nem olyan régen ismerhettünk meg, akik eddig is itt éltek közöttünk, csak nem tudtuk, hogy mi lakozik bennük. És sajnos egy furcsa véletlen folytán most egészen pontos névsorunk van róluk, a trafikmutyisok és a földmutyisok. A devizamutyisok, az összes mutyis, és mindazok, akik ezt a rendszert, már most én nem pártrendszerre gondolok, hanem ezt a rabló világot, ami itt 25 éve megy, támogatják. Ezért nem lesz más lehetőségünk, mint hogy a saját kezünkbe vegyük a döntéseket. A saját kezünkbe. Úgy gondoljanak önmagukra, hogy önök teljes jogú, felelős állampolgárok, tulajdonosai az állami vagyonnak, és hogyha mi nem szólunk, ha mi nem próbálunk megcselekedni a megmaradásért, akkor megérdemeljük a sorsunkat. De, és önöknek is arra, hogy miért vannak itt egyre kevesebben, és miért van ez az egész furcsa helyzet Magyarországon, hogy mindenki tudja, hogy baj van, és mégsem tesz semmit. Meg kell, hogy mondjam őszintén, nagyon félnek az emberek. Nagyon-nagyon félnek az emberek, és ha valaki ismeri az én személyes történetemet, Kishantos történetét, akkor látnia kell, hogy nem alaptalanul félnek. Az a brutális támadás, ami minket ért, és erről most nem akarok részletesen beszélni, valójában az életünk sincs biztonságban, mindenünket elvették, és minden eszközzel azon vannak, hogy tönkre tegyenek minket. Nem csoda, hogyha félnek az emberek. Csak tudják, én nekem van egy elvem, amitől igazán félni kell, az a félelem maga. Mert a félelet megbénítja a gondolkozást, megbénítja a cselekvést, és éppen ezt akarják elérni velünk. Én tudom, hogy hogyan fenyegetik meg a gazdákat,
Tudom, hogy szegény gazdák már egy mélyebb lélegzetet se mernek venni, nehogy kijöjjön az NVH, meg a NAV, meg mit tudom én, és még azt is elvegyék tőlük, amiük van. Ebben az országban azon a bizonyos körön kívül, akit az előbb megemlítettem, mindenki fél, és ez a nagy baj. Én arra kérem önöket, az egyetlen egy legfontosabb döntés manapság, hogy el kell döntenünk, hogy mitől féljünk jobban. És én azt gondolom, hogy a gyermekeink jövője és a mi jelenünk az elég fontos ahhoz, hogy merjünk felemelni a fejünket, és merjünk szembenézni a mutyisokkal, és megmondani nekik, hogy nem adjuk oda, sőt mindent visszaveszünk. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen!